Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ezúttal egy más témát választottam, most nem szerelemről van szó, hanem az inflációról, hiszen ez mindenkit érint, bizonyára észrevettétek ti is azt, hogy az árak emelkednek, minden drágább, a pénznek nincs meg az az értéke, és megnézzük most ennél a jóslásnál, hogyan tovább, hogyan alakulnak a dolgok. A fő téma itt látható középen. Ez a hölgy a képen nem tud aludni. Vannak álmatlan éjszakák. Valami gyötri őt, elgondolkozik ezúttal az anyagiak felett, hogyan tovább, hogyan tudna rendezni a dolgokat. Itt a 9-es szám a képen, ez olyan, mint egy kerítés. Elérkezünk ehhez a kerítéshez, és nem tudjuk azt, hogyan tovább, hiszen ez a kerítés korlátoz bennünket. És ha így van, akkor vannak félelmek, bizonytalanságok, hiszen nem lehet tudni azt, mi van a kerítés mögött. Nem látjuk azt, hogyan tovább. De itt ezen a képen megjelenik a sors kereke, ami változik, ami pörög, ami mozog. Itt lesznek változások, ami a gazdasági helyzetet illeti, vagy a politikai eseményeket, vagy ami az árakat illeti, lesz egy új irány, ami itt is látható. Bizonyos dolgokat magunk mögött hagyunk, és lesz egy új irány. De mivel itt még nincs mozgás, csupán ez a tekintet egy új irányba, ez bizonytalanságokat vált ki belőlünk, ami itt látható ezen a képen. Nem tudjuk, mi történik körülöttünk, illetve hogy hogyan tovább, mi lesz a jövőben. De az a fontos, amire ez a kártya utal, tekintsünk befele, a mélybe, legyen meg a hit, legyen meg a bizalom, vagy bízunk a jó Istenbe, hogy a jó Isten alakítja a dolgokat, és ezáltal így a sors kereke jobb irányba fog mozdulni. Itt látható a nap, az utalhat a nyári hónapokra, tehát jövő évben, nyáron lesznek változások. Viszont amit itt a nap még jelenthet, az az arany. Hiszen annak megvan az értéke, a nap és az arany az összefüggésben áll, hiszen a nap szimbolizálja az aranyat, a hold szimbolizálja az ezüstöt, és ennek még mindig megvan az értéke. Itt valaki irányítja a dolgokat, de nem tudja melyik irányba. Hiszen ez lehet ez az irány, a fehér ló, lehet a másik irány, a fekete ló, nem tudják, hogy hogyan tovább. Ez nem rajtunk múlik, hanem azokra, akik irányítják az eseményeket, akik fontos döntéseket hoznak, ők sem tudják, hogy mi lesz. Ők sem tudják, hiszen nincsenek konkrét tervek. Akkor az úgy hat ki ránk, hogy mi sem tudjuk, mi is bizonytalanok vagyunk. És itt ezen a képen újra megjelenik a 9-es szám, ez a kerítés, amikor nem tudjuk hogyan tovább, nem látunk át ezeken a dolgokon, nem látunk át a kerítésen, nem ismerjük a terveket, nem tudjuk elképzelni azt, hogy mi lesz egy éven belül, megmarad ez az infláció, minden drágább lesz,
vagy javul a helyzet. Senki nem tudja, sőt, még azok sem, akik itt irányítják ezt a lovas kocsit, akik irányítják ezeket az eseményeket. Viszont az a fontos, hogy legyen meg a kapcsolat külfölddel, hiszen itt látható az egész világ. Az is fontos, hogy legyen türelem, hiszen ez a kártya utal egy évre. Itt láthatóak a szimbólumok, a tűz eleme, a föld eleme, a levegő eleme, a víz eleme, és ez jelenti az évszakokat is, tavasz, nyár, ősz és tél. Az azt jelenti, egy éven belül lesznek változások. Ahol mi most tartunk, az itt látható. Az egyik partot már elhagytuk. Nincs visszaút. Az nem lesz úgy, mint a múltban volt. Lesz egy új irány. Itt is látható, hogy új irányba tekintünk, vagy a politikusok tekintenek új irányba. Itt lesz mozgás, lesznek változások, lesz egy új part, ahova odaérkezünk. Lehet, hogy ez nyújtja majd a biztonság érzetét, de még nem látjuk ezt az új partot. Ezért vannak itt még álmatlan éjszakák, és vannak még bizonytalanságok. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!